A cső mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a HNG csatorna. Szervusztok, sziasztok, kedves nézőim! Sokan tudják, sokan nem tudják, de szerintem az állandó nézőim tudják, hogy autós tartalmakkal foglalkozom, és autós játékokat hozok el nektek, számítógépen régieket, újakat, modolva, nem modolva, és mindent bemutatok egy-két játékról, amit én is így fő vonalnak, Crew Motorfest például. Be fogok vezetni egy új tartalmat. Itt lesznek mobil gémek, nem csak PS2-es emulátoros mobil gémek, és lesznek telefonos mobil gémek, úgyhogy meg fogunk nézni több játékot is, bele fogunk menni ezekbe a mobil autós játékokba, úgyhogy itt a telefonom, hoztam az első játékot nektek, úgyhogy nézzük is meg, ez egy új Forza játék lesz, lehet, hogy ki fogtok akadni, nem tudom, meglátjuk, ez most jelent meg egészen pontosan pár napja. Nagyjából 5 percig keresgéltem, hogy az a játék mikor jelent meg, most van 2023, 11. 22. Mindenhol azt olvasom, hogy 8 napja, 6 napja, írták, hogy 1-2 napja, szóval, hogy most volt egyébként, ez nagyjából az elmúlt egy hétben jelent meg ez a játék. Nézzük meg, ez egy új Forza játék, telefonra jött. Annyit megígérhetek, hogy ennél azért komolyabb autós játékok lesznek, de mivel ez most jelent meg, én úgy gondolom, hogy ezt akkor nézzük meg és ugorjunk bele. Úgyhogy én nyomok is egy telefonomon egy képernyő felvételt, és akkor rögzítés indul. Oké, tehát elfogadom itt a dolgokat, minden, konfirmálunk szépen, engedélyezem a dolgokat, mert is Forza játék, ugye? Valószínűleg versenyezni kell, Turn 10 készítette, meg ugye ott még valaki, magyarán nem vagyok képbe a Forza dolgokkal, jönnek az autók, Porsche, Forza Customs, tehát ugye ez egy autós játék, gondolom én, nagyon meg fogunk lepődni, egyébként nem rossz, én már láttam róla dolgokat, legyen meglepetés, egyébként el lehet vele lenni, nőknek kifejezetten ajánlom ezt a játékot, férfiaknak már, hát mondjuk ilyen esti elalváshoz tök jó, de hogy nagyon sok minden nem lesz szerintem benne, tehát nem fogjátok magatokat falnak vágni tőle, de minden esetre érdekes. Oké, itt Kim üdvözöl minket, Welcome Forza Customs. Így a Forza Motorsport után, ami nem sikerült sajnos túl jól a készítőknek, úgy gondolom, hogy ez egy erős update lehet, hogy itt most kicsit kikupálhatják ezt a dolgot. Ugye van Need for Speednek van már egyébként telefonos játéka, ugye erre gondolom akkor a Forza húz most egyet, ugye így lehet pörgetni, megint most itt akkor kapunk egy ilyen lehetőséget a Forza készítőitől, hogy akkor ők is beszállnak ebbe a telefonos autós játékiparba, főleg, hogy a Need for Speednek most egy elég komoly új játéka fog érkezni majdnem sokára a telefonra, ugye ez már a második játéka lesz, úgyhogy meglátjuk, figyeljetek, szerintem jó lesz ez a Forzás játék, jó, Forza Customs, na hát itt akkor gondolom már tuningolni is lehet, megérkeztünk, itt van az autónk, a írom, vagy nem tudom pontosan, hogy kell kérteni, Kim, vannak-e nagy kommunikációk, nagyon jó, itt az autónk. Na nézzük, mit lehet ezzel a kocsival csinálni. Oké, nagyon jó. Jó, autó. Mi ez, le kell szedni a kereket. Na, szét is kell szednünk az autót. Oda figyeljetek, darabokra kell bontsuk. Jó, hát akkor új kereket fog kapni a kocsinál, hogyan kell erre a kereket szerezni. Task completed. Az elejét is leszedjük. A restore custom, amikor olyan újra kell csinálni egy autót, ez kicsit izgalmasabb, ilyen lebomlott autóból kell, rozsdakupacból kell újra csinálni, ez meg kicsit izgalmasabb. De mondjuk itt akkor itt egy vadonatúj autót fogok szétszedni, és akkor mi fogjuk megépíteni. Nagyon jó, egyébként tök szép a grafika, vitathatatlanul tényleg jól néz ki, tehát azzal szerintem baj nincs. Oké, start. Na nézzük, ready, mehet a verseny. Aha, igen. Sokan szerintem így néztek, hogy itt mi történik. Igen, a forzások úgy gondolták, hogy ahelyett, hogy beszállnának a Need for Speed mellé egy jó kis autós játékkal, ők ehelyett beszálltak a Candy Crush Saga vonalába, amit Isten igazából én nem értek, de oké, jó, rendben, nem tudom, majd így a Forza fanatikusok, vagy én is szeretem a Forzát, nem mondom, hogy fanatikus vagyok, de szeretem a Forzát, majd elmondják, hogy mi a véleményük erről, és hogy mennyire örülnek ennek az egésznek. Figyeljetek, ettől függetlenül, hogy most egy kicsit amúgy röhelyes a dolog, nem rossz, tehát hogy egy gyorsulási versenyt jobban el tudtam volna képzelni, vagy bármit, ami autóhoz köthető, hát de most ez ilyen. És akkor figyeljetek, de figyelj, ezt odadod az asszonynak otthon, az garantálom neked, hogy órákig el fog tűnni, az nyugodt lehetsz, tehát hogy ez biztos, hogy ez, érted? De mondom, amúgy ez mondjuk tényleg én is el tudom magamról képzelni, hogy most én megvágom a videót, bemegyek aludni egyet, bár most már fönn van a Most Wanted a telefonomon, így már mondjuk nem hiszem, de hogy
De hogy kinézném magamból, hogy így jó, akkor így elbohóckodok, itton vele egy fél órát így elnyomkodom, mert egyébként tök jó, hogy autót lehet építeni. A kérdés az az, hogy lehet-e tuningolni mondjuk egyedileg az autót, de most jelenleg ugye a feladatokat kell megcsináljak, és ugye most itt még azt se tudjuk, hogy egyáltalán mit építhetek. Akkor azt tudom, hogy szét kell szedni. Jó, nehezednek a pályák. Mondjuk ez egy ilyen végtelenség gyászató dolog, de mondjuk azt sem tudom, hogy a csajoknak, hogyha mondjuk a női, elnézést kérek mindenkitől, nem akarok egy nő meg férfi között így, hogy mindenki, lehet a fiúk is ezt szeretik, nem tudom. Csak én ezt inkább a női, mint a Sims-et is inkább a nőknek tudom elképzelni, miközben én is szeretek Sims-ezni, egyébként építeni a Sims-et pont szeretek. Tehát ugye ez egy másik dolog, de inkább úgy gondolom, hogy a női vonal az, aki inkább Sims-ezik. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta játék, ez inkább a nőknek való. És tudom, hogy vannak olyan nők, akik szeretik az autókat, nagyon sokan. De még ennek ellenére is inkább a nőknek azt a játékot tudom elképzelni, amiben a házat kell felújítani, és ugye ezzel kell játszani. Meg egyébként még azzal én is nagyon sokat eljátszogattam, szóval az inkább az a vonal, hogy építed a kis házat, függönyt választasz, be kell álligatni dolgokat, tehát inkább azt a vonalat tudom elképzelni, de nem tudom, lehet, hogy majd ezzel fognak a nők érvényesülni. Most ez lesz az új Candy Crush. Nem tudom, mert kíváncsi vagyok egyébként, a női kommentelők általában nincsenek a csatornán, úgyhogy lehetne most egy ilyen női részleg is, akik leírnák, hogy Mizu van, mennyire jó az a játék, fú, nagyon tetszik nekik, tök kíváncsi lennék rá egyébként, mert úgy kicsit fán, de nem tudom, hogy ez így érdekes, és most mindegy, akkor picit játszom vele, tuningoljuk meg azt a pár cuccot, aztán akkor mondom, hogy mi van. Szokásos feladat, zöldet, narancssárgát le kell pusztítani, ez még ilyen kezdő feladatok. Jó, kíváncsi vagyok, hogy mi mindig bontani kell az autót. Kapjuk ezeket a C, nem tudom mit, meg a G-t. Kétféle pontot kapunk, igen, na, nézzük, itt vagyunk. Tudom forgatni a kamerát, nagyon jó, zseniális, mondjuk a motor, de szépen ki van egyébként dolgozva, de mondjuk ennyi időt beleölni egy ilyen játékba, hát nem tudom. Jobb ötlet is lehetett volna. Jó, akkor ezek a C pontokért tudunk mondjuk festeni, leszedni a festéket, le kell szednem a festéket, gyerekek. Jó, mondjuk nyilván le kell szedni. Megpróbálták gondolom úgy megoldani, hogy a lehető legtöbbet kelljen eltökölned igazából ezzel az egésszel, vagy a festést is, mert szed ki majd az ablaküveget is, gondolom, jó lehet, hogy ezt nem, de mindent egy ripityára kell szedni, majd az újra lesz fényezve, de akkor mondjuk nem lett volna baj, ha már a motort is ki kéne szedni, mert ugye, na várjál, nem kell, itt már építhetünk, aha, és akkor választhatunk, na ez a szegecselt, ezt nem akarom látni, meg na, én ezt nem értem egyébként, most majd megkérdeznek titeket is, van ez a szegecselt, ami Rocket Bunny-ba nagyon jó, addig jó volt, még bejött, és pár autón nagyon jól áll, és tök menő. Minden autón én soknak érzem. Ez a megoldás nekem azért nem tetszik, mert nem ér végig, hanem tulajdonképpen egy ilyen esernyőt képez a kerék fölé, meg ez is. Hogy ezt nem lehetett volna úgy megcsinálni, hogy ilyen szegecselt feelingom, most ezt fogom rátenni, mert ez a legkultúráltabb, de hogy nem lehetett volna ezt úgy megoldani, hogy ez a szegecselt van, viszont nem ebben a formátumban van, hanem, tehát nem szegecselve van, hanem rendesen végig, mindegy. Nem tudom, mostanában egyébként ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy régen a Need for Speed behozta azt, hogy lehetett egyedileg tuningolni, te állígattad be az autó, sculpt be a dolgokat, meg volt egy csomó egyedi a készítők által megkreált tuning, most már mindegyik hozza ezeket a gyáriakat, ami tök jó, mert van ugye a Ready to Rock, ugye a RTR, akkor ott van például a Hannigan, most azt nem tudom, hogy például gyárt-e hozzá, csak mondtam pár cikket, tök menő, csak hogy minden játékban ezeket teszik be, akkor minden játék ugyanaz lesz. Kicsit lehetnének kreatívabbak a készítők, mert az autotuning az arról szól, hogy legyünk kreatívak, de hát ez mostanában nem igazán megy, de reméljük, hogy ez változni fog. Bár egyébként a crew az még mondjuk szerintem nem meglévőeket csinál. Nem azért, hogy védjem őket, de tényleg ők szerintem az ő tuningjaikat én nem sűrűn látom másik játékban. És nem, mondjuk ott is az van, hogy egy-két autó nagyon jó, a többség viszont, nem a többség, mert ez hülyeség, de vannak azért elég gyenge tuningos autók. Megint kaptunk 50 darab C-t, meg 32 G-t. Őszintén ezek már most unom, tehát hogy tényleg nem akarom izélni, de már most azon a szinten vagyok, hogy ez tényleg ilyen, mondjuk ki ez a játék, ez hogy fogalmazzam meg, ne legyek sértő. Szaráshoz van. De komolyan, vagy fürdőkádba, vagy alvás előtt, vagy körülbelül. Tehát, hogy elnézést az előző szó használatomért, de hogy tényleg, ez arra való. Elmész a WC-re, leülsz, ezt a kellemes 5-10 nyugodt percet,
tuningolsz közben egy autót, mikor még nem volt telefon, akkor ugye a légfrissítőt olvasgattad, vagy valahol volt újságtartó, és akkor volt újság is, de ugye a Lidl-ös újság, ami ott volt berakva, az egy idő után rohadt unalmas volt, mert általában nem volt cserélve, és még 3 hónap múlva is a tavalyi izéket olvastam, hogy mi volt akcióban, az rohadt uncsi volt. Tehát, hogy most nézd meg, most már ilyen leülsz a budira, azt feltuningolsz egy Mustangot. Nem jó? Tök jó. Nem tudom. Nem tudom, kinek akartak egyébként ezzel kedvezni a készítők. Már mondom, alapvetően nem rossz a játék, és most mondhatnám, hogy általában mindig a Forzát szidom. Egyet megígérhetek, skacok, komolyan, nem fogom a Need for Speed-et, sem a Crew-t a Forzához ebbe az esetbe hozzásolítani, mert nem nagyon tudnám. Motorháztető. Jó, nem mondom, hogy de ez a tipikus, annyi ilyen van már, hogy hihetetlen. Én nem tudom, valaki írja már le, hogy mit gondolnak, hogy mit gondoltok, hogy ez mi volt? Mi volt az elképzelés? Mit akartak ezzel megalkotni? Fölösleges párbeszédek, nem tudom, valaki elolvassa ezeket, annyira nem tudok ez azonosulni. Na, lámpa. Lámpából megcsinálták azt, amit a Need for Speed. Köszönöm. Hogy 2023-ban olyan, mintha visszafele mennénk egyébként, vagy nem tudom, mert még annó az Underground 1-be, a Bosch 2-be volt egy Rahedli lámpa tuning, az most már így nincs. A Crew-ba van egyébként, de ott is csak úgy, hogy a karossz lökhárítóval változik, de ott tegyük hozzá, hogy van azért sokféle, sok esetben, nem mindig, de sok esetben van. Ez az a választhatok ilyet, meg sötétebbet, meg sárgát, hát basszus, menjünk már a francba azért. Tehát, hogy akkor legyen már rózsaszín, kék, piros, zöld, meg az összeszint tegyék oda, de alapból nem. Én lámpákat akarok cserégetni, nem pedig a gyári lámpát színezgetni, mert ezért én nem fogok itt ilyen kék-sárga, meg piros, meg narancsárga ilyen vizéket, formákat tologatni, mint egy 3 éves, hogy aztán beszínezzem a lámpámat. Menjenek már, azért ennél valami komolyabb, meg ha már nem lehet a kocsival közlekedni, akkor legalább hagyd tuningoljam agyon. Még az se lehet, amúgy mindegy. Nem értem egyébként a logikát. Jó, figyeljetek, skacok, én nem tudom, meddig lehet ezt ragozni. Nyilván feltuningolhatnánk az egész autót, lehet, hogy meghagyom nektek felfedezést a végére nektek. Ez még egy hátsó lökhárítót én egy rápattintanék. És nézzük a választékot, és mi van akkor, ha én gyárit akarok, meg egyébként se tudom, hogy ez azért van, hogy beakadjon ott alul, és akkor letépje a hátulját, itt ez a legjobb egyértelműen, és akkor maradt, na jó, még egyet megcsinálok, mert fel kell tennünk a hátsó sárvédőt, és meg kíváncsi vagyok, hogy néz ki, és nincs elég pontom, úgyhogy gyorsan szerzek még egy kis pontot, mert végtelen izén van mozgásom, de miért? Hát akkor tulajdonképpen tök mindegy, mit csinálok, mert megleszek. Vagy ami nem számít. Bármit pakolhatok bárhova, nem érdekes, mert megleszek. Igarobbantás, meg is vagyok kész. Meg is van a hátsó kerékívünk. Én mondom mostanában, az ilyen várvédős játékok le tudnak kötni telón. Én kiöregettem ezekből a telógémekből, majd nem tudom, lehet, hogy csak nem. A PSP-n is azt nyomtam, hogy nem, nekem ez valahogy nem. Ez a kis kijelző, ez olyan fura. Így nem érzem magaménak ezt az egészet. Nézzünk még egy kipufogót is. Nézzük. Azt nem mondta, hogy színezni lehet. Esküszöm, hogy... Nem már. Ennyi. Most... Jó. Akkor csak ennyi. Köszönöm, megépítem ezt a kocsit. Most nagyon kíváncsi vagyok. Megyek még egy pályát, mindjárt. De gyorsan lepörgetem. Ennyi volt. Nem volt 20 másodperc. Egyébként tök megvan ennek a játéknak a kultusza, mármint hogy telefonon. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon felkapott játékfajta. Szóval úgy gondolom, hogy amúgy ezzel nagyon sokan ellesznek. Csak hogy így, ugye a Candy Crush uralja ezt a piacot, meg az a pár, nem tudom mi a többinek a neve, az a házépítős, meg ezek, szóval, hogy ezeknek megvan az a több 100 millió letöltéses bázisa, akik ugye ezt már megalkották. Szóval, hogy a Forza készítőinek mégis honnan a jó büdös francból volt ötletük, amikor így ültek bent így az asztalnál, és azon gondolkoztak, hogy te figyeljen már, Gyuri, kéne egy játékot csinálni? Ja, kéne. És akkor, na mit csináljunk? Hát nem tudom, figyelj. Bocsánat, egyféle belső tér van. Egyféle. Tehát, hogy ezért gyűjtöttem a pontot. Na jó. És akkor így, oké, figyelj, csináljunk egy jó telefonos gémet. Oké, akkor milyen legyen? Hát nem tudom. Mondjuk lehetne autós. Hát, az nem jó, arra ott a Need for Speed. Jó, hát akkor
De hát mi a forzások vagyunk, akkor valamit ki kéne találnunk, valami nagyon komolyat azért, itt vannak ilyen, mi közösségünk ugye az autós játékokkal szeret játszani. Hát csináljunk egy sakkjátékot. Hát a sakkjáték az nem jó. Figyelj, már van az a Candy Crush, tudod melyik? Az, amikor húzogatni kell azokat a köcsögöket. Ja, ja, az, igen, azokat a színes köcsögöket. Jó, hát akkor csináljunk egy ilyen Candy Crush játékot, az biztos nagyon szeretnék a forzások. Mert annyira szeretnek úgyis vezetni, nálunk mindig tök jó minden, úgyhogy akkor most megcsináljuk. Így a remek Forza Motorsport után pont örülni fognak az... Egyébként lehet, hogy azért csinálták, mert a remekbe szabott Forza Motorsport után el tudom képzelni, hogy miután agyvérzést kapnak, sőt, egyébként igen, miután a Forza Motorsport online verziója után agyvérzést kapsz, van lehetőséged ezzel le tudod magadat hűteni. Tehát érted? Miután teljesen kiakadtál, kicsit hátramész, ez a Forza Motorsportnak a nyugtató verzió, tehát amikor igen, kicsit így kimész, és akkor mondjuk nem dohányzol, hanem megfogod, hanem nyomsz vele két meccset, és visszamész motorsportozni, és teljesen ki tudod magadat szellőztetni, szóval ebből a szempontból egyébként nem is rossz, mit akartok, tehát tiszta patika. Jó, hátsó szárnyat még ráteszem, aztán szerintem nekem ebből elég is volt. Tényleg élvezhető egy game, nem tudom, lehet, hogy fogom még nyomkodni majd, mikor tényleg az ominózus pillanatomban leszek, és nincs 3 hónapos didilulság, akkor előveszem ezt. Mondjuk, nem tudom, ezt körülbelül így tudom elképzelni, de tényleg a 44%-nál tartunk, hát ez fantasztikus. Van egy Mustangom, amivel amúgy a büdös életben nem mehetek sehova, mert hogy vezetni nem lehet benne, hanem amikor kész van, akkor jöhet a következő autó, aztán szevasz. Na, hát figyeljetek. Ez lett volna a Forza Customs, úgyhogy itt most már lehet tuningolni autókat. Én Gergő lettem volna, aztán kommentben jöhetnek a vélemények, videó alatt pedig ott vannak a linkek, TikTok, Discord, Twitch, Instagram, meg a szokásos. Na, pacsi mindenkinek, like követ, és ne merüljön feledésbe. Szevasztok!